Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, elérkeztünk a Káosz Podcastnek legújabb adásához, a 9. adásnál tartunk, tehát nagyon boldog vagyok, hogy egyrészt ennyit megért ez a dolog, másrészt mindjárt itt az évadnak a vége, tehát új stúdióba költözünk, és rengeteg meglepetéssel készülünk nektek, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a podpad.hu oldalon elérhetők az eddigi részek. Itt a digitális áruházaknál volt egy kis paránk, azt most megpróbáljuk orvosolni, de elvileg, amire ezt látjátok, addigra minden ott lesz, Spotify-on, Apple Music-on, Deezer-en és a többi. Nagyon-nagyon fontos az új stúdióval kapcsolatban. Írjátok meg kommentbe, hogy milyen bútorokat, kellékeket, díszleteket vásároljunk oda, rendezzétek be ti, úgyhogy amit szívesen látnátok, azt írjátok meg kommentbe. Nem szaporítom tovább a szót, mert nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, ugyanis nagyon hosszas egyeztetés után összejött ez az adás, és hát a stúdióba, a kis lakásomba üdvözlöm Tilla Tillát, Ördög Nórát és Miller Dávidot. Szevasztok, köszi tényleg, hogy eljöttetek, és hát pont így egyből a közepébe csapva, Nóri, veled volt a legnehezebb egyeztetni, nagyon elfoglalt voltál, hogy mit csináltál, mi történt? Csak dolgoztam, tehát hogy semmi extra. Nem, ugye ez tavaly évvégén kezdődött, ugye? Milyen novemberben, igen. És mondtad, hogy jövő héten. Nálam milyen jövő hét? Ez nem létezik? Most perpet májusig tele van egyébként tényleg őszintén a naptáram. Uh-huh. Tehát, hogy az gyakorlatilag az évvége, az annyira sűrű, de szerintem ez mindannyiunknak így van. Tehát itt rendezvények, forgatások, jó, Dillani. Tényleg? Neked is tele volt, nem? Igen, de azért találtunk időpontot. Mi találtunk? Valahogy mindig. Hát igen, egy órát, két órát lehet találni. A Tilla az vagy nagyon szeret engem, vagy tényleg ráér, nem tudom, vagy a kettő együtt, de ő vele nagyon egyszerű volt. Figyelj. Mert a kutyáját sétáltatgatja jobbra-balra, nekem van a két gyereket is, még a tiéd már nagyok, uh-huh, önállóak. Azokat már nem kell sétáltatni. Egyébként van ötletem az új stúdióra, egy istállóba kéne. Egy istállóba? Mert? Csak beülni és fagyoskodni? Rendeztem. És valahogy ilyen lovak jutnak eszedbe, nem? Uram. Nekem csak láttalak egy szalmabálon, hogy ülsz, és nem mi hülyülök, hát... Tudom, mondtad, hogy ez az adás lesz, ahol a Marcikát lehet szivatni? Tehát így kezdted, amikor beléptél a lakásba. Jó, de csak olyan szeretettel. Tudom. Hát legalábbis nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Igen, abszolút. Igen. Na mindegy, és az év eleje, az meg három hét olyan, tehát az három olyan hét volt, ahol nem akartam dolgozni, mert úgy volt, hogy lehet, hogy elutazunk, aztán még úgy nem utaztunk el, de ez a három hét, ez ilyen totál kikapcsolás volt mindenből, mert mostantól megindul az őrület. De összehoztuk Marci ezt. Nagyon köszönöm, és egyébként tényleg az asszisztensednek is, Emese? Emesének is nagy köszönöm, hogy vele egyeztettem végig, és tényleg nem volt egyszerű, de összejött. Emese. Viszont szerintem ez nagyon nagy szó, hogy itt hárman ültök, és ugye Dávid RTL-es, ti ketten pedig TV2-esek, és pont azon gondolkoztam, hogy szerintem pár évvel ezelőtt egy ilyen beszélgetés nem feltétlenül jöhetett volna létre. Tehát én most egy picit azt érzem, hát, mint a két csatorna... Hát bevállalt ilyen beszélgetéseket, aztán... Lehet, hogy nem lett is belőle néha egy kis beszélgetés. Na jó, csak igen, hogy pont ezt akarom mondani, hogy nyilván egyeztettünk a TV2-vel, egyeztettünk az RTL-el is, és én ennek nagyon örülök, mert hogy picit úgy érzem, hogy kevésbé van konkurálás a két csatorna között, de hogy érzitek ezt ti? Tehát Dávid, most egyedül te vagy itt RTL-es, kérlek, mesélj erről. Hát mit meséljek? Figyelj, szerintem konkurálás az mindig van, meg versenyhelyzet az mindig van, és szerintem mindig jó, hogyha van versenyhelyzet. Nem, tehát, ez sose a kollégák között van. Tehát nem. Én azt nyilván. Mondom, hogy ez amióta én mondjuk műsorvezetőként vagy tévésként dolgozom, a többi műsorvezetővel mi bárhol találkoztunk, bármilyen eseményen, bármilyen rendezvényen, ott én soha nem éreztem azt, hogy mi most egymás konkurenciái vagyunk. Nyilván a két cég között van egy ilyen egészséges versengés, és ez tök oké. Igen, meg ez az ellenfelek, de nem ellenségek, nem egy kicsit. Tehát, hogy így ott vagyunk, versenyzünk egymás ellen, csinálja mindenki a maga dolgát a maga házán belül, de hogy igazából meg persze tök nagy szeretet van, meg nyilván mindenki tiszteli a másiknak a munkáját. Szerintem olyan szűk ez a kis piac, olyan kevesen vagyunk ebben a szituációban, hogy pont, hogy tök jól esik ugyanazokról a dolgokról beszélgetni azokkal a kollégákkal, akik hasonló helyzeteket élnek. Abszolút. Hát. Hát igen, meg szerintem nincs, ennek sose volt értelme valójában. Tehát, hogy mindig a képernyősök szívták meg. Találkoznának, azt szerintem ez teljesen egyértelmű. Egyébként régen is volt, én emlékszem, az én életemben az egy ilyen fontos pillanat volt, hogy volt a Fábri Show az RTL-en, akkor az RTL-nek a legnézettebb műsora volt. Csütörtök esténként. A Fábri 100. adáshoz érkezett, akkor mondta, hogy szeretne meghívni mindenkit, akit ő kedvel. És meghívott a TV2-ről a Hajós Andrást, meg engem. Nekem az nagyon jól esett, de akkor emlékszem, hogy volt egy pillanat, amikor így megállt mind a két tévé. Tehát ott az RTL-en is ez egy kérdés volt. Mondta, hogy kérdezték, hogy mit tetszik parancsolni? Biztos, oké. Miért van szükségünk arra a legnézettebb műsor, hogy idejönnek? És ez mind a két helyen probléma volt, amit aztán egyébként megugrottak, és végül is
semmit nem kellett hisztizni, meg semmi nem volt, ez valahogy így össze, vagy a Fábri valahogy így elintézte, és aztán onnantól kezdve nekem az ott a tapasztalatom, hogy semmi probléma nem volt. Eddig bár mindig néha van egy ilyen micsoda, és aztán működik. Igen, de igen, nem is kell az, hogy folyamatosan ez megtörténjen, de amikor meg van átjárás, az annyira izgi, meg annyira jó. Igen, kis. Kis fűszer. Íze. Kis fűszer. Igen, ebben a sztoriba. Amiért szerettem volna egyébként, hogyha hárman jöttök, mert azért közöttetek Tilával csak 10 év van, nem tudom, hogy ez soknak vagy kevésnek számít, majd Tilla elmondja, viszont közöttetek, akár Nórival, Tilával 15-25 évre is adott esetben beszélünk. De most nem mondom, hogy mit akarok. De mondom, hogy mit akarok ebből kihozni. De ez a Dávidnak is kellemetlen. Tudod, de oké, csak mondom, hogy ebből mit akarok kihozni. Ti egy tévés generációnak tartjátok magatokat, akár csak így a Tillával, akár így hárman, vagy mert ez modernkori tévézés, vagy pedig inkább már a Dávid az egy új generáció, te is valahol más generáció vagy, Nóri, és a Tilla meg a legtapasztaltabb, nem idősebb, nem tapasztaltabb. Nem. Én erről szívesen beszélek, Marci, én nekem 50, most voltam 50, 50 éves korom előtt az utolsó pillanatban szorongtam, óriási bulit akartam szervezni, igen, és a bulit nem tudtam megszervezni. Velünk forgattál, szerintem. Nem volt erőm, vagy nem volt persze, kedvem, vagy nem tudom. De amikor túljutsz ilyen, tehát nekem a 40 volt az első, én előtte semmi nem érdekelt, tehát nekem a 40 volt az első, amikor elgondolkodtam, hogy 40? Ki az, aki 40? Ja, te. Tehát az volt az első. Az 50, az mondom, egy picit megisett, de azóta én ezt úgy eleresztettem, hogy engem az egész nem érdekel. Ezt most komolyan mondom, hogy barom érdekes, amikor így átmész, egyszer csak így megszabadulsz. Most én 60-ig szabad vagyok. 60 előtt majd... Mi történik 60 után? 60 előtt nagyon-nagyon be fogok parázni, de addig én full szabad vagyok. Aha. És egyébként meg a Nórival én egy... Én azt gondolom, hogy az egy brigád. Uh-huh. Ez a abszolút Balázsék, Majka, mindenki, szerintem ez így teljesen, Klaudia, szerintem ez teljesen egy ilyen egy dolog, és ott meg ők a fiatalok, hát az egyértelmű, igen, mert ők most jöttek, tehát hogy az nem kérdés, de azért nagy szakadék nincs közben, tehát valahogy szerintem az egyetlen, hát leültek itt hárman, és mintha 1000 éve ismernétek egymást, tehát hogy... Szerintem sincs, hát pláne, hogy a Dávid az X-faktort vezeti jelenleg, igen, amit ugye még anno én kezdtem el. Így van. Így van. RTL-en, tehát az is egy ilyen érdekes, mert szerintem te ugyanazokon a plexi lapokon sétálgatsz. Azóta ott áll. Ráncfelvaráson átesett a díszlet, de azért nagyjából az alapok nem változtak szerintem. Tehát, hogy persze ez már másik műsor, másik hangulat, más stílusú zenék, tehát hogy nyilván rengeteget fejlődött, megváltozott ez az egész az elmúlt időben, de azért olyan, én is azt hiszem, hogy nagy szakadék azért nincsen a között, amit csinálunk, meg ahogyan csináljuk. Azért a Dávidék is még azt a világot képviselik szerintem, amiket mi is csináltunk annak idején. Már lehet, hogy mi kicsit ilyen naftalinosabb vagyunk. Nem, szerintem egyébként bizonyos dolgokban. Biztos, de úgy nagy egészben nem feltétlenül. Tehát ez nem csak kor kérdése, hanem szerintem ez az egész műsorvezetés azért ez egy ilyen energia dolog, tehát egy ilyen attitűd, meg egy ilyen, hogy vagy jelent. Ez pont olyan, mint a könnyű zenében, hogy azért vannak öreg, én, tehát most érted, a Demjén az a mai napig megtörti. A sokan örülnének annyi embernek. Hol vagyunk mi még a Rózsitól? Igen. Dávid, te hogy érzed ezt? Hát figyelj, én most egy picit elkalandoztam, mert az van, hogy így most először beszélgetek veletek, és így hallgatok valamiről sztorikat, amit én még csak most kezdtem el, amit ők csinálnak x éve, és nagyon érdekes volt hallgatni ezeket, még csak ilyen fél mondatokat is, úgyhogy már várom, hogy jobban belemenjünk a beszélgetésbe. Nekem kívülről ti abszolút egy generáció vagytok a tévézésen belül, tehát nekem a Nóri és a Tilla, ők a from day one, tehát igen, hogy mióta tévét nézek, ők így a... Hát igen, mi még totyogósok voltunk ám egyébként, amikor a Tillára, meg a Sztárból emlékszem, meg stb. Hát abszolút, tehát, meg hát én mondtam, Nórira Kölyök Klub rajta nőttünk fel. Így van, hát igen. Ez egyébként ez rémisztő, hogy van egy felnőtt generáció. Abszolút. Aki Kölyök Klubot néz. Már nagyon felnőtt generáció, igen. Mi sajnos már közelebb vagyunk a 30-hoz. Hozzám oda szoktak jönni felnőtt nők, hogy nekem annyira összefejlik akkor, hogy nem is tudom, hogy akkor most hanyat írunk, igen, vagy hol járunk. Azt mondja, hogy szia, beléd voltam szerelmes gyerekkoromban, és akkor azt hiszem, hogy valami gyerekkori osztálytársa, valami, és akkor mondja, hogy nem. Miért nem kéred ki magadnak, hogy a Megasztárban nézett, igen, és akkor én voltam kvázi a királyfi a tévében, ő 5-6 éves volt, színes,
tudod, Mizek, jó zeneszor, jó fej, igen. Ott királyzi. Volt a görög Zita, mint királylány, és akkor ebbe a tündér mesébe úgy kapcsolódott be, hogy tulajdonképpen szerelmes volt a királyfibe, aki én vagyok, és akkor össze kell raknom, és ott egy anyuka, ott van a férje, mondjuk egy gyerek van a karrián, és teljesen abszurd valahol. De nem kérted ki magadnak, hogy már nem vagy szerelmes belém? De volt már ilyen, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó. Illetlen. Ez nem jó, mert valahogy így zavarba jönnek, mert olyan, mintha azt akarnak mondani, hogy de közben meg már nem. Igaz, és nem akarnak megbántani. Így, Marci, igazán. Teljesen jó ez így. Megmaradunk ezzel, ebben a vibe-ba, tudod, hogy így, igen, szerelmes voltam gyerekkorom, és jó ez így, itt vége. Viszont mind a hárman egyébként online is elég aktívak vagytok, tehát Norinak a Nánásiék, nem lehet elmenni mellette, Dávidnak a zenei produkciói azért, hogy YouTube-on hatalmasak mennek, Tilla pedig most kérdően nézel rám, hogy mivel. Nem elmondom, hogy mivel. Tehát az Insta-sztoriknak a koronázatlan királyfia vagy, meg a posztoknak, mert hogy nagyon aktívan nyomod. Tehát, hogy én azt gondolom, érzem, hogy tök nagy online jelenléted van. Tényleg te azt érzed, hogy nem? El tudom mondani, hogy miért nem egyébként. Azért nem, mert szerintem, tehát ez mondjuk az egész életemre vonatkozik, azért nem, mert valahogy én mindenbe egy kicsit amatőr maradok. Tehát és a világ meg egyre profibb, és nagyon sokszor látom az Instán is, meg bárhol, akár podcasteknél, hogy nagyon tudatosan az emberek stratégiák és valami mentén csinálnak valamit, ami ráadásul ebben a világban jól is működik. És nekem meg nulla stratégiám van. Ez az ilyen keresetlen dolgok. Tehát én vagyok a legprofibb amatőr, mindig ezt szoktam mondani, de ez valami a műsorvezetésre is igaz. Aha. Tehát mindig is szoktam meghatározni magamat, hogyha valami, miben vagyok jó, hát abban most a humor meg az izé mellett, hogy valahogy én vagyok a legprofibb amatőr, mondjuk most így idézőjelben nyilván más is lehet ilyen, vagy a legamatőrebb profi. Tehát valamelyik a kettő között. De tényleg, én ezen gondolom, szerintem ez valahol. Ez jó, de egyébként ez most, ahogy mondod, most én ezt értem, hogy te miért mondod. Igen, ez igaz is. Ez tök valamra is igaz, és ezért nem érzem, hogy én annyira tudom, mert annyira ad hoc jelleggel nyomom. Tehát itt az amatőr, azt szerintem pozitív jelző. Hát abszolút, persze. Ennek pont az a lényege, hogy nincs nagyon szerkesztve, nincs nagyon átgondolva, az, ami van, Igen, organik tartalom. Most egyébként azért szeretek beszélgetni, mert nem kell kérdezni se, és tudunk úgy beszélgetni, de a kérdés arra irányult volna, hogy amúgy mit gondoltok az online-nak a térhódításáról? Tehát, hogy megmarad a tévézés ilyen formában? Vagy ez pár évtized, tök mindegy, és el fog tűnni? Én nagyon sokat agyalgatok ezen, nekem van egy személyes véleményem, de hogy kíváncsi vagyok a tietekre. Jó, mondd el, Marci. Nem, nem azért, mondtam, ez így vagytok a vendég. Jó. Nem, szerintem egyébként... a tartalom az kelleni fog, bocs, Dávid. Nem, bocsánat. Nem. Szerintem a jó igényes tartalomra, a profi tartalomra, az amatőr a dolgok mellett, tehát hogy ez a kettő ilyen tök jó kiegészíti egymást, de egyébként az, hogy most már mindenkinek lehet tulajdonképpen tévéje. Tehát van egy csatornád, amin keresztül te elmondhatod, hogy miről mit gondolsz, mi a véleményed, és egyébként, ha te tényleg magadra tudsz irányítani figyelmet, és emberek követnek ezért, az már önmagában egy teljesítmény. Tök mindegy, hogy mi az, ami mögötte van, vagy van-e mögötte valós teljesítmény, hogy ezt szokták számon kérni az influencereken, hogy nincs valós teljesítmény. Igen. Önmagában az, hogy valaki képes magára irányítani egy csomó embernek a figyelmét, az szerintem teljesítmény. És ezt majd a közönség szépen eldönti. Ez egy nagyon érdekes világ, de szerintem ez nem baj, hogy ennyire demokratizálódott így a tartalomkészítés is. Tehát ott mindenkinek van a kezében így eszköz. Szerintem az online az minden. Tehát ez ugyanaz, mint a filmgyártásban, a streaming, meg a sorozat, meg stb. Ez egész olyan, mint egy ilyen robbanás, szétrobbant az egész. Mindenki művész, mindenki csinál mindent, mindenki műsorvezető, ez nagyon jó. A tévé védelmében annyit mondanék, hogy az számomra is furcsa, hogy én is egy picit fölültem arra a vonatra pár évvel ezelőtt, hogy elkezdtük eltemetni a tévét, de például az nekem is furcsa, hogy bármelyik fesztiválon megyek, oda jönnek tizenévesek, és kérnek fotót, és azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy mindenki az a gyerek, aki engem nézett a Megasztárba, tehát hogy most is néznek tartalmat. Persze, nyilván, csak más. Szerintem az a különbség, hogy a tévéből is, tehát megváltoztak a tévénézési szokások, tehát az biztos, hogy az idősebb generációnál maradt az, hogy 8 óra kezdődik valami tartalom, leülünk, és most ezt így nézzük, és bosszankodunk, hogy reklám van, és amúgy meg nem kapcsolunk el. Tehát szerintem az idő, az nem kedvez a tévének, tehát ez biztos, hogy most már az a lényeg, hogy amikor én akarom, és ráérek, és olyan eszközön, ha kell telefonon, ha kell laptopon, bármin hagy nézzek tartalmat, ha akarom, akkor éjjel 2-kor, a WC-n, bárhol. Ez biztos, hogy a tévéhez kötött, de van tévé.
Az egy ilyen sorvezető. Tehát, hogy igen. Nekünk abszolút... De még mindig? A nap, szerintem ez minden családnál így van, hogy bekapcsolod este a tévét, és egyszerűen a napi rutinodnak egy ilyen részévé válik. Nálunk nem. Nálam sem. Én abszolút nem kapcsolom be, és tényleg nem az a béna hipster arc vagyok, aki de most úgy nem nézek tévét 10 éve, hanem tényleg nem. Vagyok. Tehát nálunk lehet tudni, hogy amikor a szerencsekeréknek vége, akkor már menjenek fürödni a gyerek, tehát hogy valahogy óra egy helyett. Egy rutintad. Egy családnak ad egy ilyen rutint, és egyébként nálunk a reggelnél is így van, hogy akkor nem azért nem ilyen politikai, meg ilyen olyan beszélgetős műsorok mennek, hanem mesék mennek, de ott is tudom, hogy a a Katica bogár véget ér, akkor, akkor már fogmosás van a aha. gyerekeknek. Tehát, hogy valahogy csak így az, hogy így körbe öleli így az időbeosztásunkat, az, hogy mindennek megvan a maga ideje, és mindig mindez lehet kötni. Ez például nálunk egy ilyen tök jó kis biztonságot adó keret. Mert nagyon sok tartalmat szeretnék fogyasztani, de tök sokszor azt érzem, hogy kicsúszik az idő a kezemből, aha. és nem jutok el oda, nem ülök le, nem indítom el a streamingen, mert egyszerűen jelszalad úgy a minden, ami benne van a tévében, az meg úgy megtörténik, az megy. Úgy megy. Igen. Igen. Nekem a konkrét elképzelésem, és lehet, hogy Dávid, egyidősek vagyunk, és azért lehet, hogy neked is ez lesz a véleményed, de majd egészíts ki, hogy szerintem a tévé az meg fog maradni, lesz ott adás, nem lesz tragédia, viszont full átmegyünk ebbe a streamingbe, tehát számomra az, hogy most az RTL Plus az gyakorlatilag már úgy néz ki, mint a Netflix, és mindent megnézhetsz, X-faktort megnézhetsz, bármilyen sorozatot megnézhetsz, vagy akár egyébként a TV2 Play is nyilván, csak hogy azt mondom, hogy a show műsorokra is szerintem ez igaz lesz, mert az lesz, hogy Tillát felkérik, hogy vezesse a Starban Sztárt, legyártatok, nem tudom, 12 rész, azt hiszem, tök mindegy, 10-12 rész megcsináltok előre, és fölrakják erre a platformra, és mindenki akkor nézi meg, amikor szeretné. Lehet, hogy lesz egy premier, vagy nem tudom még mindig, de sokkal kevesebb, mert hogy amúgy érdekli az embereket a Starban, érdekli az embereket az X-faktor, csak már a TikTokon keresztül fogyasztják, csak már nem tudom, a YouTube-on keresztül fogyasztják, és a többi. Tehát, hogy nekem ez egy picit így a vízióm. Az élősége, az, hogy te szavazhatsz, hogy valami, annak azért valamilyen módon vissza, vagy meg kell, hogy maradjon, szerintem ez egy pont az ilyen tehetség. De szerintem itt vannak ilyen egyéb részek, tehát az online, nagyon fontos, az online az a szabadság. Tehát az igen. online az sokkal szabadabb, sokkal inkább bármi történt. Nincs fölötted senki, az iszonyú fontos. Egy tévénél nem feltétlen. A televíziók azok gazdasági érdekeltségek és a többi, lehet akár politikai is, bármi. Tehát ott mindig van valami, amihez képest vannak a dolgok elképzelve. Az internet az azért lesz egyre erősebb, mert az a szabadságnak a hazája. És ez valahol, akárhogy is a világban ez egy probléma, hogy most akkor mit jelent a szabadság, vagy mindenki belül érzi, hogy az kell, az fontos. Tehát ez mindig, ez nem fog ez a dolog soha elmenni. Viszont szerintem, ami, tehát jelenleg nem tudunk online olyan tartalmakat, mint az X-faktor, vagy a, tehát amiket mi csinálunk a tévében, na az pont nincs. Online, mert valahogy az online-nak az drága. Hát az nagyon, igen. Az drága, de van rá igény még, tehát hogy egyre abszolút. Kevesebb igény, ez biztos, hogy van csak hogy nem ülnek le annyian akkor abban az időben, én csak ezt állítom. Igen, nem. Nem, biztosan egyébként, de tök jó, amit te mondtál, mert én nem gondoltam ennyire túl, mert én csak azt látom, én ezt a robbanást látom, amiről beszéltetek, hogy még így mindenki próbálja felszedni így a darabkákat, és mindenki látja azt, hogy valahogy ez át kell, hogy alakuljon, mert egyszerűen igény van rá, hogy átalakuljon, mert amúgy nézik, tehát muszáj, hogy felvegye a ritmust, de még azt látom, hogy még így próbálgatja így a dolgokat. Igen, itt vannak a streaming platformok, ez lehet, hogy a jövő. Egyébként van olyan a streaming platformon, hogy ilyen tehetségkutató, ugye volt ez a Flow, ami igen. óriásit ment, ami egy hip-hopos tehetségkutató, és nem volt talán. Meg, és nem volt meg az élő szavazás, és én is tök kíváncsi voltam rá, hogy ez hogy fog működni, de hát óriásit ment. Igen, óriásit ment. De vannak ilyenek, én csak azt mondom, ez hogy kicsit a magyar piacra lehet, hogy le vagyunk maradva. Sorok, amik még működnek, ami valószínűleg egy díszlet függ. Ez olyan, mint a színházban egy nagyon nagy színpad, hogy a tévé még tudja hozni ezt a nagy színpad. Monumentális közönség, nagy, igen. sok ember. Stadionkoncert, igen, mit igen. hoz valamit, ami egyébként a nézőknek jól esik. Mm-hmm. És egyébként, ha összeadod valószínűleg, ahányan élőben látták meg, mondjuk ahányan utólag megnézik online, azért az nagyjából kiad egy olyan pofás nézettségi adatot, amiért már megéri összegrundolni mondjuk egy ilyen drága produkció, igen. mert ezek drágák. Abszolút. Igen, meg egyébként... szerintem egy nagy zsák van, mondjad. Nem, meg hogy az arcokat még onnan is ismerik, hogy pont ez, hogy nem a tévéből feltétlenül, csak ugye annyira kimegy minden az online-ra rögtön, igen. hogy a TikTokon hogy ott vagy a TikTokon is videót, hiába, mert ott vagy. Hogy mit csináltál a Starban, Starban ja, valakivel, azt persze. egy percet, és azonnal kint van a TikTokon, és megnézik egy millióan amúgy két nap alatt. De a rend az erős, tehát hogy azt viszont érzik, hogy ez valami fontos dolog, az
az X-faktor is a Starbucks, tehát ezek mind brand megmaradnak majd, és szerintem így valamennyire így pozícionálják is azt, hogy az, aki abban benne van, az tutira fontos. Abszolút, szerintem az validál. Ez egy presztízs dolog, igen, én is azt gondolom, hogy szerintem a tévében lenni mindenképp még a mai napig is egy hatalmas presztízs. Viszont az érdekel engem, hogy Dávid, te mi miatt szeretsz igazán tévézni? Tehát, hogy miben más az, mint hogyha épp egy saját projektet csinálnál, most videóklip, tök mindegy zenélés, vagy bármi, hogy mi az, amit még mindig szeretsz benne, vagy egyáltalán szeretsz benne? Egyébként én szeretek feladatot elvégezni, tehát én szeretek kapni egy feladatot, és ezt a feladatot megcsinálni. Tehát, hogy nem feltétlenül vágyom én mindig a teremtésre, úgyhogy saját magamnak csináljak valamit. Tehát én néha szeretek megkapni egy feladatot, és ezt elvégezni, úgy, ahogy én azt meg tudom csinálni. Én mindig a kihívást szerettem ebben. Én soha nem titkoltam, hogy én egészen addig a pillanatig, meddig meg nem kaptam az X-faktort, nem gondoltam rá, hogy műsorvezető leszek, és soha nem is gondolkoztam ilyenen. És aztán pedig egyszer csak ott volt, és mindenem megváltozott, és mindenek... Dört döf milliók szívébe, akik szerelmesek lettek. Nem, műsort akarnak vezetni, és egy életen át. Mert egyébként ez olyan fura, hogy tényleg azért általában kicsit mindannyian így sodródtunk ebbe a sztoriba, és közben annyian szeretnének műsort vezetni, és akkor mindig végighallgatják, hogy sose akart, de ez rám is igaz, meg a Tilda is. Jaj, de jó, igen, jó, mert azt hittem, hogy akkor csak én fogok tördöfni. Nem, dehogy is. Hát, és se így jött ide szerintem. Annól. Ugye? Igen, jó, akkor fúj, de jó. Hát igen, te a háttérből indultál, igen. Szeged itt tévé? Szegeden volt, hát én kazin, tudod, én egy ilyen stréber kazincis lány voltam, jártam kazinci versenyre, meg szavaló versenyre. Én is jártam. Iskolai tessék. Rendezvényeken, konferálgattam, meg a Sörfesztiválon Szegeden, meg ilyen helyeken, de én nem, tehát annyira súlykolták azért a szüleink, mindig tudod, próbálnak így a földön tartani, hát az úgyse sikerülne, meg úgy, meg nem lehet erre feltenni mindent, hogy én ezt így teljesen el is temettem így magam, hogy nyilván miért pont nekem sikerülne műsorvezetőnek lenni. Amikor annyian akarnak. Ez az éppen bejött. Hát aztán igen, végül is egész jó. De hozzáteszem, hogy bocsánat, a Nóriról azért azóta, tehát ő szerkesztőnek is kiváló volt. Tehát ő háttérmunkásnak is az volt, és ezt a háttérmunkát... Szoktak még emlegetni a Marciék. Szoktak még emlegetni, bizony, igen, szoktak még emlegetni. Igen, mert nagyon könyörögtek, hogy legyen műsorvezető. Igen, Léci! Menjen már műsorvezetőnek. Én szerkesztőként is dolgoztam, az X-faktort, azt annó mi kezdtük el tényleg szerkesztőként. De te magadnak szerkesztetted az adásokat konkrétan? Konkrétan. És aztán utána meg elmondtad. Nem én voltam a főszerkesztője, de egy felelős szerkesztője voltam, igen, többek között az X-faktor, még a Siviékkel annak. Bocsánat, fontos... Fontosnak. Marcikám, nem. Fontos. Bocsánat, a mai technika. Hát, ha egy szponzor, ugye vagy? Mai technika. Most meg a stúdióba valami ízé. Az Isten valami most jött, hogy milyen bútor jött el. Igen. Tévések meg itt a régi kanapén. A tévéből adott esetben integrálsz át szakembereket, mondjuk a YouTube csatornádra, amikor ott csináltok valamilyen műsortartalmat, vlogot, bármit? Hát egy konkrét barátnőm van, akit még tévés RTL-es koromból ismerek, tehát nagyon-nagyon régi jó barátok vagyunk, és ő most velünk dolgozik már nem tudom hány éve. Tényleg ilyen projektmenedzsment, meg szerkesztés, meg minden ilyesmi dolog, de most azért, hogy végig... Ja, illetve bocs, hát pont MS-e, akit itt dicsérgettünk, őt is például tévéből ismerem. Tévéből ismerem, és aztán egyszer csak elcsábítottam, hogy jöjjön hozzánk dolgozni. De szerintem ez nem kifejezetten tévéspecifikus, vagy nem, mert például a Vágónkő sose dolgozott tévében, hanem inkább emberek, akikkel szívesen vagyunk együtt, vagy szívesen dolgozunk együtt. Tehát, hogy ez nem feltétlenül a tévéről szól. Honnan ismeritek egyébként ti egymást? Mert ha jól láttam, most lehet, hogy csak elcsíptem, de hogy mint a Dávid bemutatkozott volna neked itt az ajtóba, Tilla, ti, hogy nem találkoztatok személyesen. Nórinak is. Ja, ti se találkoztatok, azt hittem, hogy ti találkoztatok. Nem. De nagy pillanat. Én találkoztam mindkettőtökkel, amikor én pici gyerek voltam. Csak ugye, most ez más találkozás. Nem tudom. Igen, az más találkozás, igen. De egy felnőttként most. Igen, csak hogy az nekem emlékezetes, nyilván gyerekként, mert tudtam, hogy ők kik, ők nekik fogalmam. Velem is találkoztál? Igen, találkoztam. Anyukád miatt? Igen. A szüleim miatt, igen. Lehet. Igen. Képzeld el. Igen. Még voltam X-faktor adáson, azon voltam egy páron, de meg a Sztár adáson is voltam még bent. Igen? És ja, akkor volt. Igen, és mentem, hogy jó napot minden, Dávid. Igen, de ezek ilyen tök jó pillanatok. És hát a Nóriát ezt már elmondtam neki is, és megint meggyónom, és az a durva, hogy ez tényleg durvább bennél, hogy én szerelmes voltam belé ugye a Kölyök klub alatt. Rengetegen annyira, szerintem. Igen, de hogy képzeld el, hogy az, hogy nekem az kisgyerekként az egy olyan érzelem volt, hogy én belé szerelmes vagyok. Tehát ezt örökre hozzá fogom kötni. Igen. Bocsánat. Hogy én ezt örökre hozzá fogom kötni. Jó, akkor piciként ezek akkor így bennem forrongtak, ugye az ördög Nóri. Ez jó hallani. Ez olyan érdekes egyébként, mert Nóri ott... Még összejöhettek. Nóri egyébként, te ott már felnőtt nő voltál.
23-4, igen. És az amúgy most abszolút. Nem vicc, ezt nem egy embertől hallom, itt egy, most pont is. A stábban nincs itt, de egyébként a mi stábunkban van, aki szintén szerelmes volt beléd, mert hogy amúgy tényleg így gyerekként vagy annyira, Nóri talán az első olyan nő, akit látsz, hogy nem tudom, és hogy ez nagyon sok velünk egy idősben benne igen. van amúgy, tehát most nem azt akarjuk, hogy ez zavarba gyere, csak bőlök, hogy... De egyébként meg nyilván jól esik hallani, mert ez azt jelenti, hogy az, amit ott csináltunk, akkor az jó volt, működött. Fú, nagyon. Abszolút. Nagyon. Én esküszöm, hogy rég láttam olyan lélekhez szóló, nem tudom, pillanatokat így kereskedelmi tévében, mint amit a Nóriék ott csináltak két végete. Elindult a hupikéktől. De nem azért, hanem azért, mert tök... nem, azért, mert ti pontosan tudjátok, hogy ez a világ, ez ki van találva oda, és ez meg van teremtve. Igen. És amikor itt ilyen őszinte dolgok vannak, mint amik ott voltak, igen. akkor ne, az olyan... Kis magazin műsor. Igen, azért nagyon jó kis magazin műsor volt. Időszaka volt nekem is az életemnek. Szeretett te azt csinálni? Nagyon szerettem. Három évig csináltam, és azért ez egy nagyon hosszú. Csak három évig? Olyan, mintha nem tudom, egy hatnak tűnne, vagy egy nyolc. A Kölyök Klub az ugye elég sok korszakot élt át, volt a kalózos kishajó, akkor még nem is éltetek. De én lehet, hogy nem. Én meg már nem néztem, ez nekem azért furcsa időszak, mert én már nem nézek ilyen tartalmakat, ilyen gyerektartalmakat. Meg volt ilyen kukalakós, meg nem tudom, szóval annak többféle korszaka volt, és akkor az, amit én utoljára csináltam, az volt a vége, az volt a lezárás. Akkor keltem utoljára korán, igazán. Meg ma. Igen. És ezt is Nóri miatt, mind a kettő Nóri miatt. Volt egyébként olyan szerepetek, akár tévés felkérés, de most egy kicsit elvonatkoztathatunk, tehát egy rendezvény, vagy bármilyen színészi szerep adott esetben, ami nem volt komfortos, és hogyha így visszagondoltok, akkor nem feltétlen vállalnátok el itt a mai fejjel? Bárkinek. Olyan, műsor, olyan, szereplés... Amit nem vállalnék el, olyan talán nincsen, mert szerintem mi mindannyian azért kellően civilek is vagyunk, tehát hogy te színész is vagy, Dávid. Tehát, igen. Hogy, igen. Az nyilván ez egy kicsit más szintú, de hogy mi mindig magunkat hozzuk, és magunkból annyit hozzunk egy adott helyzetbe, ami úgy civilként úgy jól esik, vagy nem tudom, szóval ami tényleg rólunk szól, de műsor biztos nem volt olyan, amit, tehát olyan volt, hogy nagyon fárasztó, meg nehéz, meg nem tudom, de amit így nem kellett volna, olyan nekem igazából nincsen. Igen, milyen elvállalósak vagyunk, tehát én is, tehát én inkább elvállalok valamit, tehát hogy az egész életemben benne van ez, hogy jó, oké, csináljuk. Hát ezért is jöttem. Aztán utána én sok minden... Ezért ültök itt. Tehát nem igaz, sok idő volt. Igen, nem is az, hogy megbántam, de csomó olyan dolog volt, ami nem volt olyan sikeres, meg nem volt olyan jó. Elkezdesz egy műsorra... Csináltál te nem sikeres dolgokat? Igen. Voltak bukat. Mindenkinek van a Star Academy-ben, az volt a legnagyobb bukás abban. A Snorri, tudom, hogy Star Academy. Az egy óriás. Hát de nekem az óriás hasalás volt. Tudom őket, és nagyon sok olyan volt, ami olyanok is vannak, ami bennem megmarad, de megbukott. Még mit tudom én a... Például ilyen régen, persze. Okosabb vagy, mint egy ötödikes. De az megbukott! De igen, de nem az én tört, szerettem az, nagyon. Az akkori nézettségnek ma már ja, nagyon aha. örülnénk, az akkor viszont Sományka volt, és aztán nem folytatódott. Uh-huh. Mit tudom én, egy csomó olyan nekem műsorban, volt ilyen, hogy amit nem te vezetted? Azt én vezettem. Az egy évadocska volt, egy ilyen emlékszem. Egy csomó minden. Volt, volt nekem ilyen vetélkedő. Nekem általában a vetélkedők nem működtek. Annyira például volt nekem a boom. Boom. A boom. Én a boomot nagyon szerettem. Semmi. Jaj, tudom, a bombás. Igen. Ott voltam nálad, az nagyon jó volt. Egy életemben egyszer vezettem game show-t, úgy örültem. Sőt, nem kétszer, és mind a kettő megbukott. A kocka. Úgy örültem. A kocka. Tényleg, emlékszem. Pedig azt is tökre szerettem csinálni. Meg aztán volt, amit a Gunnival, meg a Petúr Andrissal csináltuk, a catch, a fogócska, ilyen az fogócskás. Is. Senki nem nézte. De az is az utóbbi években volt, nem? Talán ez a catch nemrég. Hát az egy ilyen sport vetélkedő szemesított, hogy ha már megy az exatlon, meg működik a ninja, meg nem tudom, akkor ez is működni fog. Igen, igen, igen. Nem. Én ezt nem is láttam. Hát te látod ezért. Basszus. Emiatt. Adott esetben nem úgy teljesít egy műsor, akkor így magatokat hibáztatjátok, a csatorna egyáltalán hibáztat-e titeket, vagy nem lehet felelősségre vonni ilyenkor egy műsorvezetőt? Ez annyira összetett, hogy ez nem a műsorvezetőnek a... Nyilván nem feltétlenül, csak hogy te vagy olyan típusok vagytok, hogy egy picit így keresitek, hogy vajon miért nem, vagy inkább abszolút inkább csak más hibáztatok. Nyilván, mert ugye ezek a műsorok, tehát ha nem élő adás, hanem felvétel, akkor nyilván úgy megy végig, meg úgy hagyjuk abba a nagy reményekkel, várakozzál, de jó forgatás volt. És olyan szomorú, amikor úgy látod, hogy ez a rengeteg energia munka, amit beleraktál, az végülis ilyen módon nem térül meg, de
nem gondolom, tehát itt annyira sok összetevős, ez a timingon is múlik, az évnek melyik szakába rakják, hány órától megy, mi van mellette, persze, mi van szemben, meg hogy a műsorban mik történnek, hogyan vágták össze, tehát hogy nem gondolom, hogy ez a műsorvezető felelőssége. Igen, én is elég könnyen átmegyek ezen, de ez nem öröm, de nem egyébként öröm. Én elég rutinosan kritizálom magamat, tehát hogy a szemem nem rebben, olyan értelemben, hogy se jó, se rossz értelemben, tehát hogy így nem visel meg. De én azt el szoktam ismerni, hogyha ebből a sok mindenből, amit a Nóri is mond, a sok összetevőből az egyik probléma én vagyok, én azt úgy beszoktam vallani magamnak. Aha, amúgy én is. Nyilvánosan nem feltétlenül, de magamnak beszoktam vallani, hogy fia, ez nem biztos, hogy te szerep. Tehát hogy ebben láttam már mást jobbnak. Uh-huh. Tehát ilyen van. Egyébként tényleg, tehát ez nem igaz, hogy mindenki mindenbe egyformán. Persze. Jó, ez egy furcsa, jó talán. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert ez nem ilyen rutin, meg tehetség, meg izé kérdése, hanem az, hogy bizonyos műsorok, bizonyos helyzetek van, akinek jobban állnak. Hm. És van, ami meg másnak áll jobban. Mi az, ami nem állt jól, szerinted neked? Amit így külső szemmel úgy érezted, hogy most ez... igazán őszintén? Persze. Én például nem tudom, tehát hogy én könnyebben tudok beszélgetni emberekkel akkor, hogyha ismerem őket, aha, akkor, hogyha hasonlóan gondolkoznak egy picit a világról, mint én, és hogyha lehet teljesen akár a szürreális hülyeség elmenni, vagy hogyha lehet egy picit ilyen így fordítgatni a szituáción, és tehát mondjuk most így valamit így hozzád dobhatnék, vagy valami, de... Lesz olyan! Most nem így, de hogy érted? Tehát, hogy én, tehát, hogy például mindig azt éreztem, emlékszem, amikor volt az 50 milliós játszma, mondjuk a Majka iszonyúra tud vadidegenekkel úgy beszélgetni, hogy drága, igen, csillagom, gyere üdvözlő, hogy olyan otthonos környezetet teremt, annyira olyan, mint hogyha most ők egy helyről származnának, és most így a népgyermek. Nem tudom, hogy ez egyébként, mert mindannyian a népgyermekei vagyunk, tehát hogy ezt nem tudom, hogy pontosan ez-e. Most ez csak egy példa, érted? Mm-hmm. De sok mindenkinél lehetne így elemezni, hogy mik azok a kis dolgok, amiket a másik nem tud. Mm-hmm. Szóval ilyen van. Én ezt beszoktam ismerni, hogy... Persze. Hogy... lehet, hogy ez nem az enyém volt. Aztán azt is, de nagyon sokszor van az, hogy szerintem azért bukik meg egy műsor, mert soha nem tudod meg, hogy miért. Jaj, persze. De tényleg. Tehát, hogy nem is érdemelte volna meg, vagy nem tudom. Igen, vagy máshol, nem csipte el a közönség, ment volna, más idősávban, máskor, akkor meg lehet, hogy tökre megnézik. Igen. Dávid, mennyire nehéz szerinted itt manapság, tudom, hogy ez régen azért sokkal durvább volt, akár adott esetben a vivás időben, ezelőtt 10-15 évvel közszereplőnek lenni. Most olyan szempontból gondolom, hogy azért akkor nehézkes volt adott esetben egy ismert embernek felszállni egy BKV-ra, mert lehet, hogy oda mentek és pofán verték, stb. Azért manapság már nincs ennyire éles kritika, vagy hogy inkább szerintem így szeretve jönnek oda az emberek. Tilának tudom egy sztoriát, amit csak egy félig meddig meséltél egyszer nekem, egy ilyen nagyon, hogy valami 2002-ben leköpték a kocsidat, vagy a kocsit, amiben utaztál, mert hogy valami bunda volt rajtad, és hogy az annyira megbotránkoztató volt, hogy valami ilyesmire emlékszem. Hát fia, ezt nem akartad elmesélni, az tudom. Az a baj, hogy nálam, amik durvák, abban az a szomorú, hogy nálam csak és kizárólag, ahol rossz fejként viselkedtek velem, az politika. Tehát az a szomorú, hogy abban tulajdonképpen valami szélső jobboldali, vagy elemek azt érzik, hogy ők most, tehát ez a téboly, tudod, amikor lezsidóznak, nem tudom, mit csinált, amikor elindul az a fajta elmebaj, ami a legrosszabb szerintem. Az összes többi maga a mainstream, tehát amikor a műfajon belül csak azt mondjuk, hogy tévén néznek, azok viccesek. Tehát abból volt egy ilyen vicces, emlékszem, két gangster egyszer még a Big Brother, hogy mentem a sarkon, és két ilyen mackó, és mondták, hogy ez a köcsög, abból az izéból. Az vicces volt, ezt én szeret, azok nem akartak bár. Tehát azok jó arcok azok voltak, örültek. Szerintem az vicces volt, de ez a köcsög, abból az izéból. Uzi abból a szarból, igen. Végül is összefoglal. Végül is a televíziózásnak van egy ilyen nézete, nem? Igen. Vagy az a izé abból a szarból. Igen, uzi abból a szarból, igen. De bocs, hogy Dávid, téged ért már esetleg ilyen nagyon éles negatív kritika? Mondom, tehát hogy ez most nem jellemző annyira. Gondolom. Abszolút élőben, igen. Tehát figyelj, nem neten, vagy online, vagy interjúban. Nem tudom, hogy miért van ez, de nem.
Az van, hogy nem. Egyébként hozzáteszem, hogy én szerintem kedves vagyok az emberekkel, hogyha oda jönnek hozzám. Tehát azt gondolom, hogy nem adok arra okot, hogy bármilyen helyzet elkezdjen eszkalálódni, hogy én vagyok a köcsög, nem tudom honnan, és akkor ő jaj, nagy képű köcsög, és mit tudom én. Általában kedvesek velem az emberek, hozzáteszem, hogy nekem a kedvenc, amikor ki akarják velem mondatni a nevemet. Nekem az a kedvencem, az a jaj, te vagy a mondjad ez már. Igen. Mondjad már. Nagyon kellemetlen. De tudod, és nem értem, hogy nagyon mit várom, hogy azt mondom, hogy Miller Dávid, jó napot kívánok. Nagyon kellemetlen ez. Az nagyon kellemetlen, de egyébként mindenki tök aranyos, meg tök kedves. Nekem ez néha kicsit ilyen nyomasztó, amikor így, nem tudom, már így. Tehát nekem ez már elindult, amit ti nyilván tapasztaltok x éve. Összességében pozitív. Én is ezt kapom, összességében pozitív. Igen. Ritka az, amikor negatív. Nem is az, hogy ritka, szerintem gyakorlatilag szemtől szemben nincs. Hát szerintem van egy nálad különbség. Elhiszem, Nóri, egyébként, mert most azért szerintem 99,9%-ban szeretnek téged az emberek. Személyesen szerintem pont, hogy a legritkább esetben jönnek oda negatív dolgokat. Tehát nem ismernek. És egyébként, amikor elkezdted a kérdést feltenni a Dávidnak, én azt hittem, hogy pont azt fogod mondani, hogy nehezebb most híres embernek lenni, mert egyszerűen sokkal több véleményt kapsz az arcodba az Instán, a Facebookon, és azért ezt igenis meg kell tanulni, kezelni szerintem. Tehát, hogy most, ha kiállsz és valamit csinálsz, azonnal ott van az arcodban, te szar vagy, te ez vagy az vagy. Tehát, hogy szerintem ez most nehezebb. De nem az, hogy ez karakterfüggő. Meg azt szerintem, és ki mennyire megosztó egyébként. Én például nem keresem a konfliktust a Facebookon meg sehol, mert egyszerűen nem érdekel. Persze. Van két olvasat, az egyik, hogy én tényleg el tudom képzelni, hogy másnak más a véleménye, és nincs kedvem ugyanarról beszélni egy életen át, hogy nyi, és nincs a vérmérsékletemben benne, hogy nem kell reggel egy tízdek a konfliktust reggeliznem, hogy jó legyen a napom, mert nem érdekel. De azt vettem észre, hogy ezért nekem szebbeket írnak, kommentben, mert én vagyok, akit ezért, ez visszahat szerintem a te embereidre, közönségedre, bárkire, követőidre, hogy akkor ők is úgy viselkednek. Hát meg egy ha konfliktus nyomsz be, szerintem. Ha nagyon erős véleményt mondasz valamiről, ami már eleve egy megosztó dolog volt, akkor téged is el fognak küldeni az anyádba, hiszen akkor biztos, hogy lesz valaki, akinek el kell mondani azt, és így, tehát szerintem ez karakterfüggő, nem? Ismerünk ilyen karaktereket? Majd kimondjuk ki, hogy például Majki szeret Facebookon vitatkozni, egy szerintem. Egy jó Puzsér Majka reggeli csörte. Ez brutál. Én nem értem, hogy ő ezt mondja. Én mindig rövök, hogy mind a kettőt szeretem. Én mind a kettőt. Igen. A következő kérdésem is tényleg nagyon érdekes, szerintem nagyon sokan ezt nem tudják, hogy itt kettő műsorvezetőről biztosan tudom, hogy az egyik kereskedelmi csatornánál állományban van, ez azt jelenti, ugye csak hogy a nézők is értsék, hogy akkor is kaptok ti egy havi fix fizut, amikor mondjuk nem dolgoztok és nincs műsorotok. Ez tarthat 2 hónapig, 3 hónapig, bármeddig, de ti kaptok egy fix fizut. Nyilván ez egy tök, nem tudom, fontos dolog, stabilitást ad az életünkben, megtisztelő, érezzük, hogy fontosak vagyunk, tehát van egy ilyen része is, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy mi bármikor rendelkezésre kell, hogy álljunk, bármikor megyünk és csináljuk a dolgokat. Egyébként szerintem sokkal többet is dolgozunk így aztán. Uh-huh. Igen, ez egy nézőpont kérdése. Egyébként... Én például szeretem ezt. Én tulajdonképpen... Most már kevés, amikor nincs műsorod, mondjuk. Régen én büszke voltam erre, hogy én 21 éve állományban vagyok, ami úgy indult, hogy Big Brother 1 tulajdonképpen az akkora siker lett, és működött, hogy mindenki, tehát kipróbáltak 2002-ben, 3 hónapra leszerződtettek, és még véget sem ért a Big Brother 1, már behívtak, és mondták, hogy szeretnénk. Hogy akkor mit, 3 évre leszerződtetnek. És én annak, nekem az jól esett. És kérdeztem, szerintem... hogy de akkor ez jelentős fizetésemeléssel is járt, és akkor mit tudom én, felszaladt az egyik szemöldökük, és mondták, hogy remélem, hogy igen. Nem, mi a kérdés, tudod? Igen, de mit kérdezel? De láttam rajtuk, azóta ez a küzdelem van, amit tudod, hogy baromi jól fizetnek, meg minden nézőpont kérdése, de tudod, a pénz ez mindig olyan, hogy azon nagyon jól lehet vitatkozni, és nyilván mi mindig azt gondoljuk, hogy értékesebbek vagyunk, ők meg mindig azt gondolják, hogy azért van ember, és valahol a kettő között van az igazság, illetve mivel nagyon régóta állományban vagyunk, az az igazság, hogy azért ennek van oka.
Hát, hogy abszolút. Értelemben most nincs mese. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy akkor mikor kell. Nagyjából már ki is tudjuk számítani azért, hogy az év milyen persze. ritmusban halad, stb. De azért mind a ketten iszonyatosan sokat dolgozunk. Tehát ha mondjuk külön-külön kéne megállapodni velünk ezekre a műsorokra egyesével. Rosszabbul járnának. Igen, tehát igen. Nem így jönnénk ki, senki aha. nem így jönne ki, sőt, én a magam részéről azért néha érzem is, hogy lehet, hogy nem is minden férne már bele. Uh-huh. Tehát, hogy tehát nem hát, tudsz egy ilyet, hogy na, akkor tényleg 2 hónapra menjünk, igen. kicsit szakadjunk már innen ki. Nem tudsz 2 hónapra kiszakadni, mert már most akkor indul január végén. A séfek-séfe rögtön utána indul az Ázsia Express forgatás. Tehát, hogy tak, így azért be vagyunk úgy táblázva, vagy ilyen szabad döntéseket, de ez nem egy, tulajdonképpen ez nem egy áldozat, ez egy döntés, amit mind a ketten meghoztunk szerintem, és amit én valóban megtiszteltetésnek tartok, tehát én nagyon örülök annak, hogy ez így van. A Majka szokott minket fűtögetni, jaj már, nem kell ez a keret. De mondom, mindenkinek más az élete. A csatorna is más. Szerintem az RTL nekem mindig az volt az érzésem, is hogy nem annyira műsorvezető centrikus, mint a TV2. TV2-nek több dehogy tartalom nem. van. De hogy érted igen? Most? Hogy érted, hogy nem műsorvezető centrikus? Van, gondolj bele, hogy a ja, TV2 az biztos, az oké. Okay. Ja, az biztos, igen. Tehát, hogy például a TV2 nem csak azért vesz át embereket az RTL-től, mert hogy... El akarja lopni. Igen, tehát nem el akarja lopni ezek az embereket, hanem azt gondolja, hogy ezek az emberek jó műsorvezetők, igen. az RTL meg elengedte őket, hanem azt gondolja, hogy neki sok műsorvezető kell, mert sok tartalma gyárt, egy picit más univerzum, más az egész. Az RTL-nél úgy látom, hogy ott van a Balázs, mint Szentehén, tehát a Balázs, ő az, aki keveset dolgozhat, ő mindig van. Bence. Tehát a... Igen, a Bence is már ott egyre kevesebbet, de azért ő van. Igen, van, aki kevesebbet dolgozhat, de azért nagyon sokan dolgoznak, nagyon sokat ott is. Hát megdolgoztatják a csatorna az arcokat egyébként. Valahol ez is érthető. Igen. Én egyébként, én néha van, amikor azt gondolom, hogy igen, hogy túl sokat... Elmész Amerikában, hogy ne tudjanak fölhívni. Nem is az, semmi esetben nem tudod. Azt gondolom, hogy tehát nincs két egyforma év, tehát szerintem mindig van, amikor egy picit a csatorna jár jobban, van, amikor meg mi járunk jobban, ezt nem kellett. Tehát, hogy nekem többször voltam az életemben, hogy nem volt vészes. Meg azért olyan munkáról beszélünk, amit én, de szerintem Norira is szeretem. Persze. Nekem persze. De azt mondja, most minden vasárnap be kell mennem a Starban, tehát és nincs vasárnapom, az egy dolog, a család az elég, ezt megszokta. De már jó pár éve. Nincs egy családi feszültség otthon ebből, tehát valahogy ők annyira ebben nőttek persze. fel, hogy ez oké. Okay. A másik pedig, hogy jól érzem magam. Hát ez egy óriás motiváció, hát, hogy ezt szeretünk csinálni. Szerintem mindannyian, amit szeretünk csinálni, tehát persze. innentől kezdve ez nem is kérdés, hogy ez egy jó konstrukció mindannyiunknak. Szóval, hogy így nem elmenekülni akarnék én se így a feladatok elől. Néha nyilván tök jó volna jobban tervezni, de azért ebben is tök partnerek. Tehát, hogy azért én tudok most már olyat kérdezni, hogy figyelj, majd májusban el tudunk utazni egy hétre, és akkor nagyjából már erre van egy válasz, hogy az igen. Na, hogy nem. Hogy nem, igen. Igen. Rengeteg kérdésem lenne még, de tényleg itt órákat tudnék kérdezni tőletek, mert annyira érdekes, és szerintem a nézők számára is az, viszont muszáj, mert nagyon jó játékot találtam ki, és szeretném azt veletek játszatni, igen. Tehát, hogy cetliket láttok magatok előtt, amiből kérlek majd 5 darabot húzatok, és egyelőre ne nézzétek meg, tehát az nagyon fontos, hogy ne bontsátok ki, igen, 5 darabot kérlek mindenki húzzon. Úgy kell konfolnotok a kamerába, Nórinak nyilván ez lesz a kamerája, Dávidnak ez, Tillának szintén az, majd úgy kell konfolnotok a kamerába. 5-öt, igen. És igen. És úgy kell konfolnotok a kamerába, hogy amikor random csengetek a kis csengőmmel, a cetlin található szót vagy kifejezést egyből bele kell építenetek a mondandótokba, úgy, hogy ez nyilván kontextusába lehetőleg annyira ne essen le a mondandóról, és legyen értelme. A többi kolléga természetesen... Ez színészi feladat tulajdonképpen. Dehogy is, ez full műsorvezetői feladat. Tehát ilyen műsorvezetői castingokon szokott jelenni. Ezt nem mondod, soha életemben nem voltam. Nem volt ilyen. Jó, lehet, hogy ilyen feladat nem voltam, úgy ilyen feladat. Nem voltál castingon. Igen, nem voltál castingon azért. Nem voltam. Műsorvezetői casting. Van olyan. Úgy volt a műsorvezetői castingon, amikor konkrétan egy műsorhoz, mint ahogy most is előfordul, de úgy mondjuk, hogy van egy műsor, és akkor ki legyen a műsorvezető. Hát a Kölyöklub előtt például engem casting volt. Persze. De bocsánat, igen. És csak még annyi kis kiegészítés, igen. hogy a többi kolléga közben megpróbált titeket zavarni, kizökkenteni különböző eszközök segítségevel, amit tennénk ilyet. Látod? A kollégár is viszont, hogy ez nem fér bele, hogy igen, és fontos, hogy közben
Közel beszéljetek a mikrofonhoz, nem zökkelhettek ki, ti csak a nézőre figyeltek. Igen, most hogy ne kavarjuk meg, és lehetőleg egyik csatorna se sértődje meg, pedig annyira megnéztem volna egy Tilla egyébként egy X-faktort konflet, de nem akarom, nem merem, de Tillának egy sztárban sztáros konf legyen, hogy bármi lehet, de miért nem otthonosan... kell mindenki téged konfol, Káosz TV, amit szeretnétek, amit szeretnétek, jó, mindenkire rábízom, én azt írtam a Tillához nyilván, hogy sztárban sztár, Nóri vigyázz a gyerekkel vagyok, és Dávid X-faktor, hogy mindenki a komfortzónájában, mert hogy ne nézd meg, nem nyitottak ki, ugye? Nem, na jó, ki akarja kezdeni? Várj, a csengő, mert... Szerintem... Nóri kezdi, én és akkor megnézzük a hölgy. Ezt akartam mondani. Igen, annyira jó lenne, hogy kell a Nóri kezdeni. Melyik kamera? Az a kamera? Az a totálunk, ha akarsz, az szimpatikusabb abba, de ez a közel is neked. Tehát, hogy a nézőhöz. És mit csengetsz, és akkor nyitod? Majd csengetek, és abban a pillanatban nyitod, várjál. Most van hangja, jó? Tehát jó. Akkor nyitod, és akkor a szót beleépíted. Ez nekem mit kell csinálni? Zavarni, ha akarsz. Dobálj, ha akarsz. Te tényleg fogod zavarni, így, hogy bevállaltok. Persze, ezer éve ismerjük egymást. Nóri kezdik. Okay. Köszöntöm Önöket, ez itt a Vigyázz a gyerekkel vagyok, ahol ma este is fantasztikus vendégek érkeznek majd hozzám, akiket egyébként nagy menőként ismerhettünk meg a tévében, mert hogy műsorokban zsűritagként, énekesként, színészként tűntek fel, de a mai estén természetesen szülőként láthatjuk majd őket. A legfontosabb szerep ez az életünkben, így nem tudom. Amikor bébiként találkoztak elsőként a főszereplővel, az életük főszereplőjével, akinek az anyukájuk, akkor még nem tudhatták, hogy ez tényleg életük legfontosabb időszaka. Elképzelhető, hogy papucsban látjuk őket, amint viszik le a kukát a kerítéshez, mert hogy tényleg háziasszonyként és hát édesapaként funkcionálnak a leginkább, de a mai estén ebben a műsorban Önök betekintést nyerhetnek majd. Nem kazettákat fogunk majd lejátszani természetesen, hanem élőben láthatják majd őket, és így aztán a legváratlanabb helyzetek is megtörténhetnek, mert a gyerekeik gondoskodnak majd arról, hogy ez izgalmasabb legyen, mint a híradó, bár a híradónál kevés izgalmasabb műsort lehet ma találni a tévében, úgyhogy indul a Vigyázz a gyerekkel vagyok. Hát ez gyerekek, ez kifogástalan volt. Tehát, hogy az, hogy a Tilla közben tényleg próbált kizökkenteni, párnát dobálni, nyomni, minden, ezt nyugodtan visszaadhatod ám a Tillának, tehát, hogy egész nyugodtan. Nem is fogtam föl, hogy... Lehet. Igen, de hogy nagyon-nagyon. Hát figyelj, ez egy első osztályú konfolás volt. Én azt hittem, hogy a szavakkal nem ki fogok szúrni beled. Én majd visszahallgatjuk, de néhol azért nagyon keményebb szavakat kellett volna ma. Figyelj, vannak kemény szavak, lehet, hogy jókat húzott, szerencsém, nem tudom. Tilla, te folytatod? Hogy szeretnétek, fiúk? Teljesen minden. Dávid egy kicsit tudod elsápadni. Én teljesen elsápadtam. Láttam kívülről? Igen, én is itt állt a szállni. Dávid, és a végén én elrontom. Jó, bassz. Na, Tilla és Nóri, nyugodtan visszaadhatod ám neki. Oké. Én vagyok? Igen, és te itt vagy ebbe a kamerába. Ja, itt vagyunk, sziasztok, jó estét kívánok. Ez a Sztárban Sztárnak a külön kiadása. Ma este fogjuk bemutatni az új zsűritagjainkat. Na! Akik? Hát itt egy nagyon díszes kompánia gyűlt össze, akik egyébként nem ismerik egymást, hogy nagyon kíváncsiak, hogy fognak működni. Ugye az élet különböző területeiről érkeztek. Van egy ilyen labdazsonglőr, aki még nem tudja, hogy ebben a műsorban nem engem kell dobálni. Másik ember tragacsokból szokott szuperautókat. És hát ez egy ilyen autórestaurátor, aki tulajdonképpen régi kocsikat szokott felújítani. Itt van még, a Fregoli mellett áll a következő zsűritagunk, egy fura és túl takarító nő, Miskovics Marcinak a régi szerelme, és csak ennyit tudunk róla. Bevallom. De állítólag jól érezte magát Marcival, igen, amit furcsálunk is. Tanúsítom. Na, a következő zsűritagunk itt áll mellettem anorákba. De ez nem igaz, látjátok, ez hülyeség volt, egy rossz szó viszont, mert nem anorák, hanem az a neve, hogy Anorák János. Anorák János, a híres influencer, és akkor itt van az Aranygaluska zenekarnak. Fura zenekar név. Az Aranygaluska zenekar név. Frontembere Tejföl. Aki pedig... Sodó. Hát szoktak ilyen nevek lenni. Aki, tehát mindenki ismer a YouTube-ról, tehát ő egy óriási arc. Én a dalait nem szeretem annyira, de mindegy, mert egyébként egy szórakoztató figura, szóval velük fogunk nekiesni a Sztárban Sztár következő évadának. Szép, ez le lehet hozva, bár hozzáteszem, hogy Nórinál kicsit több értelmet hallottam, itt azért voltak itt egy ilyen furaságok. Ez egy zseniális furaságok. Megoldás volt, hogy de tulajdonképpen szép volt. A különböző ismeretlen zsűritagok bemutatása. Persze, igen. Megúsztam, ez ott a megúszás, azonnal megúsztam. Elhittük, az anyag, hogy elhittük, de tényleg profi le, hát nem hiába 25 év, profi lehozta Tilla, Dávidom. Miért, hogy most csalás, hogy most azt mondom. Mikrofonban.
Dehogy semmi, nem csalás. Ez csalás? Ja, nem, nem csalás. Nem csalás, csak kicsit szívni akartam a vérét, hogy azért Nóri szerintem jobban igyekezett, hogy legyen értelme. Tényleg kicsit kevésbé. Jó, de a Nóri igyekezett. Én stréber vagyok, én ezt elvállalom. Nem, de amúgy te fantasztikus volt. Hát fantasztikus ez... volt. Na jó, akkor most éljövök? Mert te jössz, jó, Dávid. Akkor éljövök. Hát már én is valami... Nagyon-nagyon szépen, szép jó estét kívánok minden kedves tévénézőnek. Ez itt az X-faktor utáni kiesőkkel való beszélgetés. Ugye mind a három kieső itt van már velünk, az egyik egy labdával dobál éppen. Biztos nagyon felzaklatt őket, hogy kiestek, de hát ők még kölykök igazából, csak kicsi gyerekekkel van dolgunk. Ugye, mint tudják, az átlag életkor az X-faktorban olyan 16 és 17 között volt, úgyhogy most... ehhez mérten. Rengeteg akadályt kellett megugrani ugye ebben az élő showban ennek a három versenyzőnek, de nem sikerült, hiszen kiestek ma este. Úgyhogy az, hogy jövő héten mi fog majd velük történni, amikor már nincsen show, hát az már csak egy csonka héten fog kiderülni, ugyanis nekik ez már sokkal rövidebb lesz, nekik már nem kell próbálni, nem kell bejönni ugye a főpróbára, sőt az élő show sem kell ott lenni, és hogyha tovább dobálnak labdával, akkor lehet, hogy soha többet nem is kell bejönni a székházba. Tragédia, ami történt, hiszen ők voltak a kedvenceim, megmondom őszintén, az, hogy Miskovics Marci hogy énekelte el Luis Capaldinak a Someone Like You-ját, az valami hihetetlen élmény volt, és kíváncsi vagyok, hogy ő mit gondol erről, mindjárt meg is fogjuk kérdezni, miután megnéztük, hogy a falvédő jól működik-e. Ugyanis szóltak most a fülemre, hogy itt lehetnek vele gondok, csak az a fontos, hogy minden versenyző biztonságban legyen itt ma este, ha már kiestek az X-faktorból. Szép! Szép! Megugrottam, nem? Abszolút! Megugrottam. Abszolút! Sokkal nehezebb körülmények kellenek, tudod, Marci? Tehát most mit csináljál? Most lőjjenek titeket egy vízi pisztolyjal, vagy mit csináljál? Azért nehezítés volt azért, Dávid. Hát igazából Attila arcon dobott egy... Azért mondom, hogy igyekeztek azért az idős kollégák egy kicsit. Azt mondom, hogy ennél jobban megzavarni nem lehetett, de figyelj, lehoztam, de hát... Abszolút! Szerintem egyébként a Dávid még nem volt igazán extrém körülmények között, mert te is forgatásokat külső helyszínen, azért én is elég gyakran. Tehát a stúdió az egy ilyen biztonságot nyújtó közeg, ott ugye állandó a hőmérséklet, ugyanott vannak a kamerák, nem tudom. Azért, csak a klíma az egyetlen ellenség, amit ő Tilla megfázik. Például sose felejtem el, totem forgatás, na például az se volt egy óriás siker, pedig mennyi energiát beleraktunk. De orkán erejű szél, szakadó eső a döntőbe, és egy ilyen újatlan kis vékony sejem. Emlékszem, hogy a fej, így ment a haja. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Ezt élvezheti a Nóriból. Fú, neked azért ott voltak komoly ruháid egyébként a totemben. Igen, meg mondom, ott olyan körülmények voltak, hogy tehát ott mindig fújt a szél a hegynek a tetején, és onnan gyakorlatilag, tehát így kapaszkodni kellett a papukba. Igen, hogy ne fújjon le. Egyszerűen engem még nem mertek bedobni ilyen helyzetbe. Azt mondták, hogy nekem még a az egy, igen, hát hogyha nézik a vezetőség, akkor ajánljuk. Igen, viszont tényleg nagyon röviden csak, mik az ez évi tervek, azt mondtátok, hogy nagyon be vagytok osztva előre, nyilván ez egy tudatos valamilyen szempontból, tehát hogy kinek mi propaganda, rendezés lesz-e, nem tudom, nyilván tévéműsorok lesz. Tehát, hogy... filmezéssel most már nagyon küzdök az elmúlt években, mert tök sok tervem van, amit meg kéne csinálni, csak soha a pályázatokon nem nyerek semmit. Tehát most ez ilyen furcsa helyzet van. Nem csak én, sokan mások nem. Tehát, hogy itt van egy ilyen problematika szerintem, hogy én is beletartozok, hogy jelentősen megnehezíti ez az életünket, mert azért filmezni csak egyszerű pénzzel, és itt nem sok pénzzel kell gondolnom, hanem amennyi annak a költséget is. Ugye ezt most nagyon ki kell találnom, hogy akkor elég volt ebből, hogy akkor nullából hogy tudok filmezni, mert hiányzik az életemből. Tehát az egy másik állapot, az egy másik énem, arra nekem szükségem van, és hogy szeretném csinálni. Egyébként pedig minden egyéb az ilyen médiával kapcsolatos dolog, az is nagyon fontos, tehát hogy azokat csináljuk tovább. Ott mindig ugyanaz a kérdés, hogy a meglévő dolgok meddig készíthetők sikerrel, és mik lesznek a vadonatúj műsorok, amiket nem is feltétlenül látunk mi, de azért úgy nagyon örülnénk neki. Kicsit a televíziózásban most a tutira mennek, tehát most még szerintem maradnak a régi formátumok amúgy erőteljesen. Hát már be is jelentették igazándiból, tehát új Sztárban évad, új X-faktor is lesz, tehát hogy
valószínűleg szempontból változatlan. És de... én kíváncsi is vagyok rá egyébként, hogy hát amíg a csatorna tartogat nekem valamit, ez most nem ilyen marketing szövegből, csak hogy így, hogy esetleg lesz-e valami más feladat is. Mi az, amit szívesen csinálnál mondjuk? Ez az, hogy figyelj, nem tudom. Nem. Tehát esküszöm neked, hogy nem tudom. Tehát hát bármi. Igen, nem igen. Tehát az van, hogy én meg még annyira, amit mondott a Nóri is, hogy nem dobtak még be olyan másfajta helyzet, hogy jó, azért az X-faktor, az nem, tehát nyilván nem, te is elbagatelizáltad, de nyilván persze csak hogy igen, például nem utaztam még el egy stábbal mondjuk külföldre, és mondjuk az van, hogy csak arra fókuszálsz, amit ott forgat. Ezeket szívesen kipróbálnám. A zenére sokkal több fókusz szeretnék most ebben az évben rakni, szeretnék kihozni újabb és újabb dalokat, akár valami gyűjtő névvel együtt. És ott van a filmezés, amit meg én most pont magamnak csinálok, én most még a nullából való filmezést most már mindenki, most már nagyjából mindenki. Nem, mert én most meg ott vagyok, hogy én most így nem találtak meg olyan lehetőségek, amiket én szerettem volna, és ezért én inkább megteremtettem most így magamnak, és így együtt egy angol producer barátommal forgatunk anyagokat, aztán de most abban színész vagy rendezel, vagy mit csinálsz? Figyelj, segítek a forgatókönyvírásba, segítek pénzt szerezni hozzá, mert azért valamennyi pénz kell, és egyébként meg költséghatékonyság miatt játszom benne. Úgyhogy, nem kell színész fizetni legalább. Úgyhogy nem kell színész, mert igen, mert itt vagyok, úgyhogy ezeket csinálom most. Aha. Hát nálam is, amit mond, a fix dolgok, tehát a Séfek Séfe az most kezdődik, a forgatás, Ázsia Express, úgyhogy ez mind a kettő elég hosszan tartó, meg időigényes, és azon kívül meg hát a rendrakás, így az egyéb projektjeinkbe, tehát ugye nekem a Balaton, a vlogok, én azt mondom, hogy idén minden utazás, amit bele tudok szuszakolni az életünkbe, az meg fog történni, tehát hogy már mit tudom, én tudom, hogy fogunk menni a fjordok közé, majd egy ilyen óceánjáróval májusban, azt nagyon várom, fogok menni a Finnországra, befagyott tavon driftelni autóval, ez is egy ilyen tök jó dolog lesz majd, tehát így szeretnék sok kalandot még az idei évben, meg sok utazást. És reméljük, hogy videók is lesznek róla, bízunk benne YouTube-on, úgyhogy követni persze, fogjuk. Persze, abszolút. Tilla, Nóri, Dávid, hát egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, és tényleg nagyon megtisztelve érzem magam, és köszönöm, hogy ilyen jöttetek így. Hárman. Szeretnéd? Van még időt? Akarod? Mondom. Nincs már időt. Azt a következő extra adásban majd láthatjátok. Tényleg nagyon köszi, Nóri, Tilla, Dávid, ne dobd nekem bárdát! Találkozunk a legközelebbi részbe! Iratkozzatok fel! Mindenkire egyébként Tillát is követni Instán! Nórit is kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és Dávidnak is a zenei karrierjét kövessétek, szavaztok, köszi, hogy néztetek, puszi!